Pilótaképzést indít a Wizz Air Nyíregyházán a Tréner Kft. És két holland vállalat együttműködésével. A 23 hónapos képzésre Európából 200-an jelentkeztek, közülük 12-en kezdhetik meg tanulmányaikat a megyeszékhelyen. A Wizz Air meghívásos tenderén 15 európai pilótaképző szervezet vett részt. Közülük került ki nyertesként a CEFA elnevezésű konzorcium, ami a Tréner Kft. És két holland képzőintézet közös vállalkozása. A CEFA, vagyis a Közép-Európai Repülési Akadémia 5 éves szerződést kötött a Fapados légitársasággal. Nyíregyházán november első napjaiban indul el a pilótaképzés, amire a jelentkezés már lezárult, 12 magyar hallgató kezdheti meg tanulmányait. A 23 hónapos képzés nagy része Nyíregyházán zajlik. Az utolsó két hónapban az amszterdami konzorciumi partnerek nyújtanak szimulátoros képzési lehetőséget. A 120 ezer eurós tanfolyam végén Wizz Air első tiszti állást biztosítanak a végzősöknek. Már a tanulmányok alatt megkötik az erre vonatkozó szerződéseket is. A pilótákat jól megfizetik majd, hiszen megközelítőleg 3000 eurós havi fizetésért dolgozhatnak majd a légitársaságnál. Vendégünk a stúdióban Horváth Péter, a Tréner Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok, köszöntöm. Milyen előkészítő munka előzte meg ezt a szerződést? Hogyan esett a Wizz Air választása a Tréner Kft.-re és Nyíregyházára? A Wizz Air elképzelésében az volt, pilóta hiány van Európában, és úgy döntöttek, hogy nyugat-európai nagy légitársághoz képest csinálnak egy kalit programot, ugyanúgy, mint ők, hogy felvételiztetik a fiatal pilóta jelölteket, és akit felvesznek, azt munkagaranciával elvégzett saját költségre ezt a tanfolyamot, és akkor felvételt nyer a légitársághoz. Ebből az elvből kiindulva a Wizz Air hirdette meg ezt a kadét programot, amit 15 európai iskolát megnézett, megvizsgált, és akinek alkalmasnak tartott, válogatott belőlük. És a második körbe 5 repülőiskola jutott tovább, és azt is megmondta előre, hogy a harmadik körre 2 fog maradni, vagy pedig 1. Na most mi a harmadik körre bemaradtunk 2, de úgy láttuk, hogy akkor tudunk sikeresek lenni, hogyha olyan partnert választunk magunknak, akinek van olyan szimulátora, full-fly szimulátora, és a Wizz Airrel ugyanakkor jó kapcsolata is van. Ezt közösen kerestük egymást, vagy inkább ők kerestek talán először bennünket, és így két holland céggel, a Martinerrel, a KLM repülőiskolájával, és az FSC-vel, a Fly Simulator Company-val, másik holland céggel társultunk, és így kaptuk meg ezt a kadettokat. Hogyan fog összeállni ennek a majdhogynem konzorcium, vagy ennek a cégcsoportosulásnak a feladatköre? Kinek mi lesz a szerepe? A 23 hónapos képzés alatt kb. 21 hónapot lesznek Nyíregyházán a kadétok. Az elméleti képzést és a repülési gyakorlat összes részét a nyíregyházi repülőteren kapják meg, és utána pedig egy két hónapos képzésre Amsterdamba mennek, ahol megcsinálják a jet orientation, a type ratinget és az MCC-t, a felézeti együttműködést. És ezután pedig felvételt nyernek, hisz szerződések van a hallgatóknak a Wizz Airhez. Honnan toborozzák a hallgatókat? Kik jelentkezhetnek erre a képzésre? A választás egyrészt azért esett ránk, hogy Közép-Európában szeretne a Wizz Air pilótákat, ezért mi célirányosan toboroztunk pilótákat kelet-európai országokból, közép-kelet-európai országokból, Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországról, Romániából. Ugyanakkor jelentkeztek olaszok, bolgárok vannak a felvételizők között, és még a felvétel teljes mértékben nem zárult le. Az utolsó forduló október utolsó hetére fog esni, ahol a szóbeli elbeszélgetésen jelen lesznek már a Wizz Airnek a pilótái, akik végül is közösen fogjuk kijelölni azokat, akik részt fognak venni a programban. Nem csak a költsége ennek a képzésnek, amit a hallgatóknak kell fizetni. Lesz erre valamilyen támogatási lehetőség? Nincs támogatás itt kelet-európai régióban, de nyugat-európában megvan ennek a lehetősége. Több ilyen repülőiskola kilátást meglátogattunk, ahol ott volt a bank, ott volt a biztosító, és ott volt a szülő. Ez például egy londoni repülőiskolák kilátásain volt. Sajnos például magyar nem vehet részt úgy, hogy
tanuló, nem dolgozó hitelt nem vett fel. Szülők vehetnek fel hitelt erre a képzésre, vagy pedig rendelkezésre áll ez az összeg, aki a képzésre van. Nem egy rossz befektetés, hisz egy kapitányként ezt az összeget már 2 éves fizetéséből vissza tudja fizetni. Tehát gyakorlatilag megfelelő banki kondíciók mellett azért ez bevállalható, hiszen foglalkoztatási garanciával veszi fel a képzésbe a Wizzair. Így van, ezt azért adja a Wizzair is, hogy hamarabb vállalják fel a leendő pilótái. Mennyire van összefüggésben a nyíregyházi főiskola képzésével ez a fajta képzés? Annyira összefüggésbe, hogy ne felejtsük el, hogy ez a kadét képzés mellett megmarad a főiskolán, a tovább is folytatjuk a magyar hallgatóknak a képzését párhuzamosan, hisz mi is onnan merítjük a főiskola kalapjából merítjük a tudást, hisz ott tanult mérnök, pilóták végzik a oktatást majd később ebbe a kadétprogramba is, meg ebbe a kadétprogramba is, úgyhogy nagy mértékben köszönhető a nyíregyházi főiskolának, hogy ez létrejött. Ugyanakkor hangsúlyozni szeretném, ez a program, a főiskolás képzés folyamatosan megy, hisz az elmúlt 25 év óta, most van idén szeptemberben 12 darab pilóta hallgató lett beiskolázva a főiskolára, ez az elmúlt 25 évben ilyen magas létszám nem volt. És tudják, akik jelentkeznek, hogy biztos állásuk és lehetőség lesz, ha elvégzik a iskolát. Milyen jövője van ennek a képzésnek, és mi a szerepe ebben a tehát mi a szerepe ennek a képzésnek a repülőtér jövője szempontjából? A repülőtér nagyon jó felszerelt képzés ez maga a repülőtér. Éjszakai repülésre alkalmas, műszerképzésre alkalmas, szilárd kifutó pályája van, ezáltal csapadékosabb időben, téli hónapokban is használható. És itt az időjárás befolyásolja, a látási viszonyok befolyásolja a képzésnapok számát, úgyhogy a városnak köszönhetően igazából egy kiképző repülőtere van a városnak, ahol ide fognak jönni Európából folyamatosan, hisz 5 éve szerződést kötöttünk a Wizzairrel kadétprogramra, ami minimum 12 főt, későbbiekben magasabb létszámot is kérnek majd tőlünk. Ezek szerint akkor az utasszállítás az továbbra is Debrecen felé irányul, tehát az ő szerepük lesz ez, és Nyíregyháza pedig a képzésben vállal nagyobb szerepet. Így van, mi is használjuk a Debrecen repülőtér képzéshez is, de igazából azt a szerepet, az 2,5 kilométer hosszú pályát meghagyjuk a 50 kilométeres közelségünkbe Debrecennek, hogy a Wizzair mint bázis repülőtérként használja, és mi is kihasználjuk a Debrecen előnyeit, ugyanakkor Debrecen pedig kihasználja a Nyíregyháza képzés lehetőségének az előnyeit. Egy utolsó kérdés, mikor indul ez a képzés? Tervek szerint január első napjaiba, de legkésőbb, november első napjaiba, legkésőbb november közepén elkezdődik. Itt a felvételinek a lezárása fogja eldönteni, mikor kezdődik pontosan. Horváth Péter, gratulálok, és nagyon sok sikert kívánok ehhez a képzéshez. Nagyon szépen köszönöm.